60.250 influenza elleni oltóanyag érkezett tavaly a megyébe. A tiszti főorvos tavaly még a 47. hétben mindenkinek azt javasolta, hogy adassa be magának az oltást. Tavaly előtt ugyanis az 50. hétben kezdődött el hivatalosan az influenza járvány. Abban már tudjuk, hogy bizony az influenza az egy nagyon változékony kórokozó, és hogy már nem ugyanaz az oltóanyag van, mint ami tavaly volt, ha a neve az ugyanaz, az összetétele az nem ugyanaz. Én azt javaslánám mindenkinek, hogy bizony oltassa magát. Tehát az influenza-szerű megbetegedésekben azért azt látjuk, hogy most inkább az adeno és az RSV igazolódott elsősorban, de azért ezek száma emelkedik, és bizony a fiatal felnőttek körében volt most az utóbbi a hetekben a legmagasabb a megbetegedések száma. Az EMI Kórház Higiénés és Járványügyi Felügyeleti Osztálya szerdán jelentette be, hogy a megbetegedési mutató átlépte a járvány küszöböt. A figyelőszolgálatnál résztvevő orvosok jelentései alapján az országban a január 15-e és 21-e közötti héten az azt megelőző hetinél 32,7%-kal többen, azaz 16.850 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. 2018 harmadik hetében három megye kivételével nőtt ez a szám. Százezer lakosra levetítve a betegek száma Pest és fehér megyében, valamint a fővárosban a legmagasabb. Csongrádban, Borsodabaui zemplénben és Nógrád megyében a legalacsonyabb. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenza vírus által okozott megbetegedést hat területen diagnosztizáltak. Ezek között szerepel szabolcs már Bereg megye is. Itt két fő érintett, olvasható az ANTS honlapján. A betegek 26,6%-a gyermek, 33,3%-a 15 és 34 év közötti fiatal felnőtt, valamint a 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 28,1%-a, 12%-uk pedig 60 év feletti volt. A kórházi jelentőszolgálat adatai szerint a harmadik héten kétszer annyi, azaz 96 beteg kórházi ápolása vált szükségesi influenzaszerű megbetegedés miatt, mint az előző héten. Intenzív ellátásban pedig a korábbi 8-hoz képest 22 beteg részesült.